Az önkormányzati képviselő az októberi választásokon a kettes számú választókörzetben magabiztosan a szavazatok 58,37%-ával tudott nyerni. Mágori András egyetért abban a képviselőtestülettel, hogy jelenleg a városban a legnagyobb problémát az elavult csapadékvízelvezető rendszer, valamint a járdák állapota jelenti. Utóbbinál arra törekszik, hogy körzetében elsősorban azok az utcák élvezzenek előnyt, ahol még egyik oldalon sem sikerült lecserélni a régi gyalogutakat. Úgy fogalmazott a közbiztonság javítására, nak érdekében a jelenlegi kamerarendszert évi 20 millió forintból tervezik fejleszteni. Ezt a törekvést segíti a közvilágítás modernizálása is, amelyre az ő is igen sok panasz érkezett. A képviselő elmondta, célja, hogy minden utcában legalább olyan szintű legyen a közvilágítás, mint a belvárosban. Ezt városi zemeltetési tanácsnokként is fontosnak tartja. Rengeteg az olyan utca, ahol teljesen elégtelen a közvilágítás, és a most ö, látott tervek elsősorban a jelenlegit tartanák fönn, csak éppen egy környezetbarátabb energiatakarékos módon. Nyilvánvalóan ez nekem ö, nem kielégítő, és ezt folyamatosan napirenden fogom tartani. Én addig ö, nem leszek nyugodt, ameddig minden utcában, minden makói lakos, este nem tud biztonságosan közlekedni, és nem tudja a vagyontárgyait biztonságban tudni. Mágori András kezdeményezésére Varga Ferenc képviselőtársával összefogva a közelmúltban megoldották a makórákosan élők gyógyszerellátását, így most már házhoz viszik azok számára a készítményeket, akik ezt máshogy nem tudják megoldani. A beszélgetés során a képviselő megyei közgyűlésben betöltött szerepéről is szó esett, amelynek már tíz éve tagja, és ahol az elmúlt egy évben közel 3 milliárd forint értékben született olyan döntés, amely a Makójak életét teszi még könnyebbé. Most úgy gondolom, hogy talán még ö, nagyobb reflektorfény vetülhet ránk, és ö, vannak is jelek, például, ö, és ez az én körzetemet is érintő, úgyhogy ez külön boldogság számomra, hogy majdnem 300 millió forintot ö, szavazott meg a megyei közgyűlés a Szíkszai Református Iskolának bölcsőde bővítésre, és hát ez nyilvánvalóan ö, óriási öröm nekem. tehát ki, gyakorlatilag két helyen vagyok képviselő, és ez így össze, összejött egy ilyen, hogy mondjam, ilyen koherens eredmény, tehát nagyon boldog vagyok miatta. A képviselő hozzáfűzte, az egészségügyi ellátást is fontosnak tartja körzetében. Boldog, hogy megújulhatott az új városi rendelő, de például a Kálvén utcai rendelő példája is azt bizonyítja, hogy városi viszonylatban is sokat fordítanak erre a területre. A beszélgetést teljes hosszában holnap Fogadó Óra című közéleti magazinunkban láthatják.